Hölgyeim és uraim, tisztelt hallgatóim, Szabad Egyetemünk mostani ötödik beszélgetése Csontváry Kocka Mihály Tivadarról szól. Valamennyiünknek bőséggel vannak ismeretei, élményei ezzel az alkotóval kapcsolatban. Az utóbbi időkben, hogyha volt diskutábilis, ha vitathatóbb és szájra vehetőbb témája a művészettel foglalkozó embereknek, akkor abban Csontváry személye és művészete biztosan benne volt. Egy kicsit engedjék meg, hogy majdnem humoros és személyes bevezető mondatokat tegyek a tájban, mert úgy látom, hogy a nemzeti műveltségben és a konvenció birtoklásában van bizonyos sancsújelt oldás, mert ha egy bizarr képet használok, november, késő, őszi, szexárdi, zegzugos utcákon magányosan megy az ember, kopognak a léptei, és ahol a hatodik csigolya táján egy hideg, fémes tárgyat érzékel az ember, revolver, gondolja, és hallja a hideg hangot, a felszólítást, mondj egy magyar művészt! És akkor az ember 10 évvel ezelőtt, vessenek meg, ha ezt én állítom, de azt mondták, hogy Munkácsy Mihály. Ma ez az esemény bekövetkezik a Rideg November régi utcán. Akkor már néhányan azt mondják majd, hogy Csontváry Kocka Mihály Tivadar. Vagyis az értékskálán történt egy apró kis módosulás, és ez valami frenetikus változás, mert ez azt jelenti, hogy a művészet funkciójával, feladatával, a modern művészet miben létével kapcsolatban befogadott ez a közösség már egy sor olyan intenciót, amely 10 évvel korábban nem feltétlenül volt elvárható tőle. Nagyon jól érzékeltek talán ez az apró kis vicces pár mondat, az, hogy foglalkozik az ember a Csontváry figurájával, a mi másfél órára tehető kis időnkben a választ arra adjuk meg, vagy kíséreljük megadni, hogy mivel foglalkozott Csontváry, és miben volt olyan érdekes, hogy hirtelen egy ilyen kis belső átrendezést folytassunk a magunk művészettörténeti értéktárában. Csontváry Kocka Mihály Tivadar 1853-ban született. Nagyon érdekes év egyébként a művészetkedvelők számára, mert azon a tájon, abban az időben igen érdekes és jelentős személyiségek születtek. Máskor haltak meg, Csontváry 1919-ben hal meg, 19 júniusában. Egy év múlva emlékezhetünk majd halálának 100. évfordulójára. Tehát egy nagyon érdekes korban élt a 19. század közepétől, ha úgy tetszik. Ha nem lett volna patikus történetesen, ha nem lett volna valami polgári foglalkozása, ha a pályaválasztás tényleges döntései ő 18 éves, 20 éves korában megtehette volna, mint ahogyan általában a serdülőkor után ez bekövetkezik, akkor elképzelhető, hogy más festő lett volna belőle. Akkor betagozódott volna talán a magyar történeti táblaképfestő sorába, talán érdekes templomi festő lett volna, nagyon sokféle sorsváltozat adatott volna meg neki, de azzal, abból a tényből következően, hogy ő egy polgári pályára, polgári indítatásból a magyar felvidéken kezdett, Magyarország kulturálisan talán legizgalmasabb, legtartalmasabb térsége, hiszen a felvidéket megkímélte a török hódoltság, a polgári fejlődés tulajdonképpeni európai modelljét tökéletesen megvalósította, úgy az ipar, úgy a kultúra, kereskedelem, közlekedés és civilizációs javak tekintetében is, mint ahogyan azt mondjuk Ausztria keleti részében vagy Csehországban valósították meg. Az élettörténetből, nem csak Csontváry élettörténetéből, más történetekből is kitetszik, hogy milyen nagyon érdekesen fejlett gondolkodási körülmények között keperedtünk fel, hogy a foglalkoztatásának milyen differenciált formáit vállalta ez a fiatalember. Nem tudunk mi mindennel foglalkozni, de avval mindenképpen tudunk, hogy későn kezdte a pályáját. Nagyon későn, és ez a késői kezdés, ez egy kicsit magyarázza is azt, hogy
nem a művészképzés hagyományos menetébe illeszkedően zajlott le sok minden az ő életében. Vagyis művészeti akadémiák máshol vannak, rövid ideig tartanak, mestereket nem talál, ha talál véletlenszerűen, a hatások rendszere nagyon különösen szóródik az ő esetében. Miközben a nagyvilágban, és erről érdemes talán egy picit szólni, a nagyvilágban azért ilyen események vannak, ilyen történések is, és ilyen alternatívák vázolódnak fel, mint a kiszállás nagy kísérletei a Gogennél, vagy a belülről vezérelt nagy, erős, kifejezésorientált festészet, mint amilyen a Vincent van Goghé volt, vagy a nagy felületek előadásának poézise az Henri Matisse körében. Ugye az évszámokat látják 1889-ben, 1987 táján járunk. Ha úgy tetszik, az európai művészettörténetben a Jugendstil, a szecesszió korszaka, ez egy nagyon érdekes és a művészetek integrációjáról szóló időszak, amelyben nagyon sok érzelmileg igen szélsőséges megnyilvánulás színezi az egyébként adott történeti stílusokat is. Változatos, vonzó, nagyon-nagyon sokszor titokzatos művészet, ami létrejön. De az kétségtelen, hogy a modern művészet nyelvezetének alapformái és a modern művész magatartásának alapesetei itt előállnak ebben az időben. Ugye a francia fúvok mint egy diktátumként követelik meg Európa fiatalságától, hogy őket figyeljük és őket nézzük. Magyarországon sincs ez másképpen. Amikor Csontváry a maga főműveit létrehozza, látni fogjuk majd ezeket, akkor a fiatal magyarok éppenséggel még talán csoportba se szerveződve, de a Beré Róbert, Márfield Ön, Cigány Dezső, Orbán Dezső, Kenstok Károly, Tett János, stb. Mennek Párizsba, mindenki Párizsba megy, és a Szóga Bélhasszal ott is marad, és mindenki ezeket a képeket figyeli, közben megizmosodik a német expresszionizmus, a maga ironikus, kritikus, minden tekintetben nem defetista, de végeredményben elég erősen a művészet diszfunkcióiról szóló téziseit adják elő. Nagyon sok költészet van mindebben, és a következő beszélgetésünk során, amikor majd Librónairól fogunk beszélni, akkor nyilvánvalóan érezni fogjuk a hangolásnak, a festmény zenekari formában való elképzelésének a problémáit, és a Librónainál ez éppen úgy, mint a Mariana von Werefkinnél, egy német müncheni expresszionista festőnőnél föl fog tűnni. A Werefkin kisasszony egyik műve majd a Taorminai Görög Színház Romjai című Csontváry képnél kényszeresen be kell, hogy idézőjék, mert kapcsolatuk ugyan nincs egymással, de nagyon érdekes, hogy egy azon időben két egymástól távol lévő kulturális fővárosban nagyjából ugyanolyan formában fogalmaznak, amikor alkonyi képeket kell festeni, és így tovább, és így tovább. Szóval ebben a millióben van az 1907-es magányos szédrus, ami hát a címadó szavakat is megkövetelte. Egy mágikus önarcképről van szó, és ennek a kérdésnek mindenképpen kell szentelnünk néhány összetett mondatot. De majd akkor, amikor odaérünk. Tehát ez a klíma, és a fáról van szó, akkor ebben a korszakban mindenképpen oda kell tartozzon az egy évvel idősebb, fiatalabb Piet Mondrian kép. Ugye ő is az az ember, aki az avantgárd történetének egyik leglátványosabb és teológiai szempontból tisztán platonikus alapokra épített aszpoétikáját létrehozza, a világ egyetemes rendszeréről, ugye a neoplaszticizmus, ami hát Hollandiában, van Hágában, Amsterdamban, Rotterdamban történik, majd New Yorkba fog menni. A Piet Mondrian érdekes, írdatlan, speciális, absztrakt képeket fog csinálni, amelynek a hátterében a világ eleve teremtett természetének az elemzése zajlik ebben a kristályos formában. De 1908-ban, éppen úgy, mint a Csontváry, ő is
a fával foglalkozik, mert a fának a költészete, a fában rejtett organikus, életes, filozófiai vagy természettörténeti mozzanatok minden vonatkozásban tanulságosak lehetnek a számára. És nézzük csak meg, hogy a három változatát, a Pitt Mondrian fáknak egymás után megnézzük, akkor azt látjuk, hogy igen, ebből kellett következnie a világ természetes felszíne mögött rejtőző hatalmas, erős, szabatos, egzakt kristályos szerkezetnek. És hát itt van, 1912-ben a Pitt Mondrian vonali szín című kompozíciója, a fát csinálja. De ide tartozik még a hibrónai jó barátja, a háborúban, az első háborúban hadifestőként együtt dolgoztak Oszkár Kokoskával. Jó barátságban voltak, és Kokoska a Szépművészeti Múzeumban Petrovics Elek megszerezte ezt a képet, a Fenyő Ivánnak, kiváló magyar műtörténésznek. Jó barátja volt az Oszkár Kokoska. Szépművészeti Múzeumban ott van, hát sajnos most nem lehet látni, de ott van az expresszionista gyűjteményben a Veronika kendője, amely egyfelől egy nagyon érzelmes személyes vallomás, másfelől pedig egy furcsa módon teológiai indiktatású példázat, a keresztény ikonográfia jól ismert eleme mozzanata ez. És rengeteg misztikus van. Ezeket most itt nem említem külön-külön. És megjelennek olyan majdnem szélsőségesnek tetsző izmusok is, mint amilyen a futurizmus volt. Én itt ezt a képet a Luigi Russolónak a Parfüm illatanyagának Eláradása a térben című kompozícióját csak azért idézem fel, mert a fénnyel, a napút néven nevezett különös kromatikus jelenségekkel, a világító színekkel, Csontváni maga is foglalkozik, és ebben a képben egy avantgardista, futurista kép, de ugyanúgy felleng a kromatikus skála izgalmas konfliktusainak lehetősége, mint a Csontvárinál is. És nem tudok eltekinteni az első nagy jelentős önarckép elemzése során, mindjárt szembe fogunk nézni vele, olyan mai csillagászati felfedezésekkel, mint amilyen ez is egy Isten személynek nevezett csillagcsoportról van szó, ott olvashatatlanul jó homályos betűkkel leírtam a csillagászati eredet történetét ennek a dolognak. És itt van a Csontvárinak a korai első önarckép, a 90-es évek elején csinálja ezt a képet, még nincs semmiféle iskolája, ebben a környezetben, ebben az időben még tulajdonképpen csak az otthon naív állatképeit, madarakat, pillangókat, őzikét rajzol. És ez a kép már tökéletesen kész, és csak a szemét figyeltem, nagyon nagy nagyításban, a Nemzeti Galériában van, érdemes megnézni a szemét, és akkor én oda tettem ennek a csillagképnek két változatát, önkényes, vad, talán nem illő kreativitás, amit én folytattam, de ez a csillagokba tekintő művész, ez az idő végtelenségét, és az ember lehetőségeit gondosan számba vevő a példákhoz, a maradó és a mulandó példákhoz ragaszkodó ember nagyon szépen kitetszik ebből a dologból. Hát én itt röviden egy betétet írtam, de nagyon nehéz olvasni, talán lehetne élesre állítani. Mindegy, arról beszélek, hogy a Gerlóczy Gedeon, ez a már idős építész, az életem úgy kezdődött, hogy a Pécsi Múzeumban érkezve, mint ilyen kis Benjamin, fiatal műtörténész, azt a feladatot kaptam, hogy a formálódó Csontváry Múzeum számára a Gerlóczy Gedeon kísérőjeként legyek segítségül, és én hetenként, 1971 és 73 között hetenként mentem Budapestre, és kísértem Gerlóczy Gedeont, az építészt, aki a Galamb utcában lakott Pesten, belvárosi ember, kiváló pesti értelmiségi és félarisztokrata família, a családban Budapest főpolgármester is ott van, kiváló tudósok, mérnökök, építészek voltak. Gerlóczy Gedeon maga is a modern magyar építészetnek egyik nem sokszor idézett, de fantasztikus tehetségű alakja volt, amikor majd a magyar építészet történetébe belekukkantunk két-három alkalommal később, akkor látni fogjuk azt, hogy a Gerlóczy Gedeon mondjuk Budapest modern átépítésében milyen szerepet játszhatott a modern funkcionalista stílus
meghonosításában, és a legjelentékenyebb magyar kórházépítőként vonult be a történetbe, a legmodernebb, ma is használható, igazán gyönyörűséges magyar kórházakat, döntően Budapesten vannak ezek, a Gerlosi Gedeon építette. Na, ő volt az, aki, most elnézést kérek, de egy kis anekdotát fogok elmesélni, mert a Gerlosi Gedeon nekem rengeteg ilyen, most úgy mondhatnám már, hogy apokrif adatot mondott a Csontvári életmű gyűjtés történetéről. Ezek úgy szóval nincsenek sehol sem megírva, az én életemnek egy komoly feladata lesz most az elkövetkezendőben, hogy én ezeket összeszedjem, mint aféle folklorisztikus üzeneteket, hiszen nincsen írott forrás és nincsen bizonyíték arra, hogy nem egyéb formában, mint Gerlosi Gedeon vonaton elejtett közléseiről származnak ezek a dolgok. De a Csontvári életmű döntő része a Gerlosi Gedeon építészhez került 1919. júniusában. A történet felidézi, amint meséli a vonaton Gerlosi Gedeon a mesét. Én figyelem, nem csináltam jegyzeteket, és 1972-ben még nem volt alkalmi magnetofon, amit fölvehettem volna. Tehát kénytelenek önök is elhinni, hogy az úgy lehetett, ahogyan én elmesélem, de tegyék hozzá, hogy igen, ezt az aknai mondta, mert ezt ő hallotta, minden tévedés az ő sara volna. Nagyon jó a történet, jellemzi és festi a századforduló utáni Budapest állapotait, ráadásul 1919. júliusa, a dicsőséges tanácsköztársaság kellős közepén, már inkább a vége felé járunk, de hát a Müdi Ferenc még a Salgótarjáni csatában, Szamueli Tibor még a páncélvonatában gyilkolja a parasztokat, szóval nagyon konfliktuózus a helyzet. A budapesti nagykörúton van a románok demarkációs vonala, mert Budapest román megszállás alatt van ekkoriban. És a Gerlosi meséli nekem, hogy ő pontosan akkor végezte az egyetemet, vette át a diplomáját, a jó család biztosította számára, hogyha éppenséggel építészeti irodát szeretne nyitni, akkor rajta keressen egy megfelelő stúdiót. És mondja Gerlosi, hogy az időtáj, ő úgy járt a pesti utcákon, hogy már ilyen csigolya merevedése volt, mert mindig csak fölfelé nézett, mert valami tetőtérben lévő északi tájolású műveit keresett, vagy irodát keresett. Adódott egy napon, fantasztikus idők, magam sem értem igazán, hogy következett be ilyen, tehát ezek a háborús viszonyok, a tanácsköztársasági viszonyai, őrült anarchia, nincs telenség szegény. De híre megy annak, ezek között a fiatal 20 éves városi jampik között, hogy egy New Orleans-i jazzband játszik a Feneketlen tónál, ugye a Fehérvár út vége felé. Híre ment, van plakát is, ilyen igazi fekete kamásnyiuk van, csíkos fekete nadrágjuk, frakba játszik, mindenki trombitál, meg benjózik, hogy ezeket meg kéne hallgatni. És egy kis csapat megegyezett, hogy a belvárosból, valamennyien a belvárosból, a pesti belváros, 5. kerületi gyerekek, barátok, mérnökök, fiatal építészek, hogy kimegyünk, meghallgatjuk a jazzbandet. És akkor el is indultak, és mint hogy a Gerlosi állandóan fölfelé nézegetett, a Fehérvári út 32-34, ma a Bartók Béla út 32-34 számú háznál megmerevedett, ez az akkori szatyorvár, később Hadik kávéház, most is felújították ezt, és hagyománytisztelő módon működik ott a Bartók Béla úton. Annak az épületnek a 4. emeletén egy igazi virtikli műteremnek való hatalmas ablakkal rendelkező teret látott. Oda ment a kapuhoz, mondta barátainak, hogy ti menjetek jazzbandet hallgatni, New Orleans-i zenét, én majd megyek utánatok, most minden esetben fölmegyek, megnézem ezt a műtermet. És a Gerlosi Gedeon fölment, a kapura már ki volt írva, hogy műterem kiadó, meg nagyméretű vásznak eladók. Ez nem zavarta, ő műtermet akart, irodát akart nyitni, fölment, és látta, hogy egy kicsi társaságot üldögél, néhány bolgárkertész Cseperről bejött, aggódoztak a vászonra, impregnált, jó méretű, nagy vásznak, és milyen jó lehet a salátát letakarni, mint hajnalba be. És akkor a Gerlosi meg megpillantotta a viharon a Csortobájon című képet, meg egyebeket, és azt mondta, hogy ácsi, mostantól én diktálok, és
És ha nem is vászon áron, vagy hát ószerűs áron, de jó pénzért azonnal lefoglalta az egész életművet, és még ott azon délután, ez júliusban van, egy hónappal Csontváry halál után, lefoglalja, és a házmesterrel 5 ruhás kosár, ezt így mondta a Gerlóczy Gedeon, forrásanyagot szállítottak le egy bérautóba, amivel a román ellenőrzésen keresztül elmentek a Galamb utcába, és hát ott detonálták. Ez az 5 ruhás kosár forrásanyag a levelezőlapok, naplók, feljegyzések és egyéb írások képeznék valójában azt a művészettörténeti forrásanyagot, amelyből meg lehetne rekonstruálni a Csontváry életművet. Az a helyzet azonban, hogy ebből az egészből alig maradt valami. Az évek során ebből az anyagból elvittek, nem adtak vissza anyagokat. A Gerlóczy Gedeon hatalmas, gigászi és majdnem eredménytelen küzdelmet folytatott a gyűjtemény megszerzésétől számítva a Csontváry Múzeum pécsi megalapításáig, annak érdekében, hogy a Csontváry Koszka Tivadar elfogadott magyar festőként legyen értékelve, hogy ez az életmű, ez valamilyen módon tagsága legyen. És amikor a pécsi múzeum, ez is egy érdekes történet, elmondom, mert a főszereplője Szekszárnyi. Mikor a pécsi múzeum létrejött, akkor ez az egész úgy történt, hogy ez a Szekszárdi fiú, akinek az édesanyja itt van eltemetve a Szekszárdi temetőben, és ott is voltam a temetésen, Romvári Ferenc, a pécsi múzeumnak a művészettörténeti osztályát vezette akkoriban, és volt egy kis ideje az egyik pesti fönnlétnél, én akkor kerültem a pécsi múzeumba, tehát főbejáró feladatokat nem végezhettem még természetesen. De a Romvári Ferenc Pesten még volt a vonat indulási órája, de hallotta, hogy a Gerlóczy keres kapcsolatokat gyűjteményekkel, múzeumokkal, de mindenkinek piha volt a Csontváry életünk. Nem nagyon kellett, ugye 1971, ez még a létező szocializmus emberalszú ágazatának a kellős közepe, nagyon kockázatos volt a Csontváry életműve, annak radikális tartalmával és egyebekkel előhozakodni. A Romvári felhívta a déli pályaudvarról a Gerlóczy Gedeont, hogy tanár úr, van egy órám, én a Pécsi Múzeum képviseletében vagyok, szívesen tárgyalnék, rendkívül hazárt indítvány volt ez a részéről, semmiféle támogatást ő akkoriban nem élvezhetett, ezt a tárgyalás lefolytatandó, de elment a Gerlócihoz, és csak a késő éjszakai vonattal tudott hazajönni, megállapodtak valójában, hogy a Pécsi Múzeum teljes készültségben van a Csontváry életmű befogadására. És akkor kezdődött a viszonylag jó kimenetelű harc, mert jó minőségű pártvezetők és állami vezetők voltak akkor Pécsen és Baranyában, és vették az ideát, úgyhogy hogy pillanatokon belül senki se gondolt rá, vagy mert rá gondolni, de felszabadították a mai Csontváry Múzeum épületét, ami akkor technikaháza volt, a városnak egyértelműen valamire való kiállító terme, és elkezdődhettek a tényleges tárgyalások. Most ez azért nagyon érdekes, mert Magyarországon 1971-ben az ég egy világon senki nem merte vállalni a Csontváry életmű befogadását. Mindenki menekült a Gerlócitól, mert kellemetlen ember, mert követelményei vannak, mert persze ingyen odaadta volna a Gerlóczy, vetélve a gyűjteményét, hogy ezt is elmondom, egyetlen lánya az Kanadában élt, dúsgazdag ember volt, egy kémiai konszern tulajdonosának volt a felesége, de külföldre már akkor a védett Csontváry képeket, mert azt elértünk, hogy védetté nyilvánították a képeket, külföldre már nem lehetett így. Tehát belföldön tartani, de a Gerlóczy Gedeon, mint a népmesében, hát érezte, hogy közeledik a halála órája, rendelkezni kell erről a nézete szerint, és ma már bizonyára önök is tudják, hogy gigantikus értékű kulturális vagyonról. És akkor a Pécsi Múzeum meg fölvállalta ezt a dolgot, ezt Magyarországon akkor senki nem merte, senki nem akarta csinálni. Ez egy mérhetetlenül fontos kulturális tett volt, és végelőben hát így utazgattunk, a Gerlóczy Gedeonnal létrejött a Pécsi gyűjtemény, aztán vásároltunk is, szétszámmal vannak
saját művek a pécsi Csontvári gyűjteményben. De ez most az egyetlen formája a Csontvári életmű viszonylagos jó megismerhetőségének. Minden jelentékeny korszakából szépen vannak művek. Hát én most itt sok mást is mutatok persze, és így végig arra szólunk az életművön. Ebben a történetben a 2 évvel ezelőtti budapesti kiállítás rendkívül ellentmondásos volt. Nem akarok én ezekről a finom kis hamisítvány gyanús dolgokról beszélni, nem akarnék a művészeti galériák lobby tevékenységéről beszélni. A sajtó rengeteget foglalkozott ezekkel a kérdésekkel, akit érdekel, éppenséggel rekonstruálni tudja az időt. Mindenesetre inkább a Csontvárival foglalkozok, aki olyan nagyon-nagyon érdekes és intuitíve megsejtett optikai újdonságokat vezetett be, mint a térnek a deformálás alakítása, fotó és nagyító nélkül, de olyan térprojekciós, kompozíciós rendszert vezetett be. Itt az önarcképen jól látszik, hogy a kezével, ujjával fogja a palettáját, a festő lemezét, és az mennyire elől van, és mennyire torzult, és mennyire gömbszerűen torzult a dolog, mint a valamikori manierista Giulio Romanónak a művei, vagy a Prazsenka néni, az almát hámozó öregasszony. Ez is egy nagyon-nagyon érdekes, a Cézanne-i tanulságokat egy más, nagy geometriai rendbe, elsősorban a szférikus témák közé illeszkedő rendbe helyezte el, és elkezdett valami egészen különös, összetettségű festő tevékenységet. A kezdeti képek nyilván az iskolázatlanság és a képzetlenség következtében nem lehetnek igazán jó. Hát csak a fényjátékok. Rendkívül módon érzékeny, ezt Szicíliában csináltam, Taorbinában csináltam ezt a felhőképet. Rendkívül érzékeny, ez is a Taormina alatti, Etna alatti tengerpart felhőjátékokra. És lám a magányos szélusnak a felhő övezetében ilyen típusú világító, különös fényű felhők vannak. A művészetben sokan csináltak hasonló erejű ábrázolásokat, de hogy az Antonioni a maga filmjeiben sajátos, különös, önálló színvilágokat teremtett, az egy kicsit annak is köszönhető, hogy ez az első évtized, ez bátor volt ilyeneket csinálni. Vagy amikor az első műveit csinálják, itt 1892-93 környékén vagyunk még csak, akkor itt van ez az őzike. Taníthatóan az édesapja gyűjteményében, otthoni állattárában és növénygyűjteményei között sok minden dokumentum volt, amiket ő lefestett. De azt már, hogy az őzike mögé beábrázol egy domboldalat, amelyen a bozótos, az a vaddisznó szőrére emlékeztetően egy másik állatra utal. Ez teljesen a Bruel féle el. És nagyon érdekes, hogy a Bruelnek az Antal Frigyes magyar művészettörténész fedezi fel ezt az organikus, lélegző tájkép festészetét. A manierizmus sok ilyen élő és élettelen összemosással él. De nagyon ravasz képeket csinál, és ugye ennek van egy bizonyos fokú ilyen természetteológiai vonatkozása, a természetben belelópozott teremtő erő, amely mindenben megmutatkozik, és minden életszerűen mutatkozik. Ezt vetítettem már ezt a képet, de a korszakban nagyon jellegzetesek ezek az állatokra bízott emberi helyzetek. Ugye itt a birkák végeredményben egy teljesen obligált életkép, ahogy tetszik, de ott van egy különös cselekedet, az egyik bárány meghal, és a középen összegyűl a nyáj, és gyászolja a nyájnak. Tehát nagyon sok ilyen különös erkölcsi teológiai értelmű mondani való bíznak olykor művekre emberek. De a Csontvári ebben az 1890-es évek elején adott periódusban
még patikusként dolgozik természetesen. Az élettörténetre nem térek ki különösebben, rengeteg helyen le van írva, nagyon gyorsan át lehet futni, mi mindennel foglalkozott, meg hát nagyon szép szövegeket is írt az ő múltjáról, gyermekségéről. Csontvár érdemes olvasni is, mert szép pirodalomként is, és méltó és érdekes mindaz, amit csinál. De hát az otthoni gyűjteményeket, kitömött madarakat festegeti meg, fest hozzá háttereket is, ilyen a többiszúró Gébics például ugyanebben a sorozatban van. Nagyon életűen, pontosan lefestje a madarakat, gyaníthatóan ezek ott voltak otthon a nappaliban, a kávéfőző mellett mondjuk, és ő hozzáolvas mondjuk a Brain-ből vagy máshonnan, és aztán az életformát is megismeri, és odafesti ezen a képen, ami az otthoni gyűjteményben feltehetően nem volt így meg, hogy ez a kismadár, ez a téli ereséget úgy szerzi meg, és úgy tárolja, hogy a kis férgeket, madarakat, kukacokat, egyebeket, rovarokat a tüskés növények tüskéjére húzza fel, ott mumifikálódnak, de a fehérje állományuk az maradandóval, és jön a tél, akkor onnan elvisznek, ez a spice. És az életforma, az életmód, a kismadár színessége, hát ugye ezek a diafelvételek messzemenően nem képesek visszaadni annak a rendkívüli pontosságnak és természet azonos identifikációnak, azonos beazonosításnak a részleteit, amelyel a művek rendelkeznek. Ilyen szempontból pedig az impresszionizmus nagy tanulsága is ott van a felismeréseinkben, hiszen az impresszionizmus sem csinált semmi mást, mint megpróbálta pigmentekkel, a szem segítségével beazonosítani a látható világ színes mozzanatait. És hogy ne legyen szertelen ez a művelet, a pontot tüntette ki a figyelmével elsősorban, és ezekből a fénypontokból, színpontokból kerekedik ki az impresszionista világkép. Csontvári annélkül, hogy tudott volna az impresszionista poétikáról, vagy annak részleteiről, de alkalmazza annak tanulságait. Vannak állattannal foglalkozó kollégák, a Nemzeti Múzeumban dolgozik egy zoológus, a Zombori Lajos, aki például több tanulmányt írt a csontvári állatábrázolása, és pontról-pontra, lepkéről lepkére meghatározta a Lepkégyűjtemény című képben, mert ez egy festmény, lévő állatokat, és hibátlanul meg lehet határozni, mert létező, tényleges, mindenfajta torzítás vagy stilizálás nélkül megjelenített kis rovarokról van szó. És hát beszélnünk kell azért az életről annyiban, amennyiben ugye a művészképzés igazi és a mainstreamhez igazodó menetéhez nagyon nagy pénzre van szükség. A családnak szolid körülményei vannak, teljesen nyilvánvaló, hogy a sok gyerek, sok testvére, öten vannak testvérek, még többen volt, meghalt egy lánytestvére. Hogy valamiféle elemi iskolát biztosítsanak, dolgoznia kellett a Mihálynak is. Számomra, vagy a kutatók számára még ma is felfoghatatlan az, hogy miközben az írói patikával és máshol és eszéken és Ungváron dolgozik és kereskedő és sok mindent csinál ez a kis ember, ezen közben még elvégzi, és ténylegesen elvégzi a Budapesti Ferenc József Tudományegyetem gyógyszerészeti fakultásán a gyógyszerész szakot, és még jogot is hallgat a Pesti Tudományegyetem, megvan a diplomája, tehát látható a diplom. Hogyan oldotta meg? Nem tudjuk elképzelni, hogy mi volt a formája annak, hogy ő egy ilyen nagyon-nagyon mély, alapos gyógyszerészetre általában jellemző műveltséget szerzett magának, és késztetéseket. Még nem tudjuk, hogy művész lesz-e, de a művészpálya csak nagyon későn jelenik meg a számára. Az életrajzában halljuk először, vagy látjuk először, hogy megjelenik a művészet fogalma, vagy a művészet csinálás fogalma. Felteszem, hogy nem olvasta mindenki a Csontvári életrajzát, amit ő maga írt. Ez a Verdüller Mihály egy modell a müncheni Holosi Simon-féle szabadiskolában. Nagyon tanulságos ez a kép.
míg én mesélek, addig ezzel kénytelenek szembenézni, vagy esetleg egy melegebb színű változatával. Ez inkább a valóságos hangulatát fejezi ki a képnek. Tehát arról mesélnék leginkább, hogy valamennyien hordozzuk azt a benyomást, azt a kis mesét, anekdotát, hogy ennek a csontvágynak valami baja azért volt, nem volt ez százas egészen, hiszen egy hallucinációs élményre építi az ő tevékenységét, és az élmény egészen pontosan úgy hangzik az életrajzban, hogy igon állok a patika előtt és a principálison egy vénpapírral a kezembe, és lerajzoltam egy tinós szekeret, és a principálisom jön és megveregeti a vállamat, hogy Mihály, milyen helyre kis rajzot képeztél, mostan te kiköpött művész vagy. Ez valamiféle inspiráció lehetett biztos, de nem is zárójelben, nagyon határozottan jelzem, hogy Csontvári ezt az életírást 1912-14 között hozta létre. 1853-ban született, és visszatekintő önéletrajzot ír 61 néhány éves korában. Tehát ott lehetnek már a pszichózis vezérelte apró kis torzulások, lehet felejtés, lehet apró kis konfabuláció, sok minden lehet. Először ebben a későn keletkezett önéletrajzi szövegben jegyzi meg a Csontvárink, hogy akkor, amikor ez a kis válveregetés történik, akkor mindjárt utána az Úr szólta az égből, érthető szép magyar hangon, kivehető hangsúlyozással, írja Csontvári, és azt mondja, hogy te nagyobb festő leszel, te leszel a világ legnagyobb napfestője, nagyobb festő leszel Raffaellónál. Aztán visszakérdezett a Csontvári az Úrra, hogy az utolsó szót nem értettem, de az Úr nem válaszolt. És akkor ez az élmény van leírva az életrajzban, ez történik 1880. október 14-én. A leírás szerint. Na most van nekünk egy nagyon érdekes forrásunk, ugyanebben az időben Csontvári leveleket kezd írni Keleti Gusztávnak, a magyar festőnek, főrendi házi tag, az ötvös család, ugye a miniszterek vannak, író barátja, Keleti Gusztáv, vetítettem én Keleti Gusztáv képeket, ilyen romantikus hangulású alpesi tájképeket festettek, tengerképfestő volt meg, csataképfestő, mindenféle festő volt, ilyen alkalmazott megbízásai voltak, de valószínűleg valamiféle paternalista hullám segítségével ő kapta meg a parlamenttől azt a feladatot, hogy a magyar iparművészeti szakképzést állítsa fel, építse meg, csinálja meg azokat a művészeti akadémiákat, amelyeket Milánóban, Bécsben, bárhol, Párizsban már megcsináltak, tehát az iparművészeti felsőoktatásnak a hadállásai. Olvashatta a mi Koszka Mihályunk, mert még Koszka volt akkoriban, Koszka Mihályunk, hogy ez a Keleti Gusztáv, ez afféle hatalommal rendelkező művész. Nem olvasott művészeti újságokat, kritikákat, mert Iglón igen egyszerű dolgokkal foglalkozott, a patikus munkáját végezte, ráadásul segédpatikus volt, mindenféle ilyen kommunális feladatot elvállalt, tehát ő temetett, ha kell, meg diplomás ember volt, temetett, meg házasságot köthetett. Segíthetett az anyakönyvvezetői feladatot, rengeteg cikket ír az Igló és Vidéke című újságban, amelyben a gyerekek selyemhernyó tenyésztése való rábírásától kezdve kis pénzszerzés, a gyógynövény termesztés fölötti hasznos voltáról értekezik, és megszervez például a vasútállomásokon, ez a Felvidéken, a vasútállomásokon a Tátra alja, ráadásul nagyon-nagyon kulturált, izgalmas magyar térsége, sok nyelvű ugyan, mert cipszerek is vannak, tótok is vannak természetesen, mindegyik nyelvet beszéli a Csontvári. Megszervezi, hogy az állomásokon legyenek kaibák, ahova a gyógynövényeket begyűjtik, mert a kőbányai ilyen alkaloid a
KFT-k, kis manufaktúrák, akkoriban már gyógyszergyártással foglalkoznak, tápszergyártással foglalkoznak. Megszervezett egy csontváj, hogy a parasztok csináljanak gyűszűvirágot, meg anyarozsot, meg ifjtet, ugye micsodát, és akkor ezeket száll, kis pénz a vidék népességének, de idomította ő a bába asszonyokat és ilyen közegészségügyi rendszabályokat vezetett be, sok mindent csinált. Én egy időben kutattam a Csontvájnak ezt a gyógyszerészeti tevékenységét, többen is kutatták ezt nagyon nálamnál sokkal eredményesebben. A Magyar Gyógyszerész című lapban ezt aztán közöltük is, mert gyógyszerészként végezte mindezeket, művészetről szó sem nincsen. De ez valami történhetett. Tehát a principális válveregetése, és a művész, te kész művész vagy, egy ismeretlen titokzatos pálya körvonalait exponálták az emlékezetébe, az agyába. Ezt foglalkoztatni kezdte őt, hogy művészet, mi az a művészet, milyen forrásai vannak ekkoriban egy vidéki patikusnak, hogy a magyar művészetről fogalma legyen, nyilván nagyon szegényesek. Hát nézi a napilapokat. A napilapokban valószínűleg rábukkant a Keleti Gusztáv megbizatására, meg beszámol a parlamentbe, meg bizottságot hoz létre, meg az előrehaladásról. Végeredményben tényleg meg is csinálják az iparművészeti rajziskolát, vagy felsőiskolát. Meg hát az iparművészeti múzeumot 1896-ban a Lechlerödön megtervezés átadják. Levelet ír, Saint-Germain gátlástalanul levelet ír, kinyomozza a címét a miniszterelnökségen a Keleti Gusztávnak, levelet ír neki, négyről tudunk. És ezt azért mondom csak, mert ezekben a levelekben nyoma nincs annak a pszichotikus megszólításnak, amit mondjuk ebben az úrral való dialógban talán jelezhetünk, illetve amit jelzett a késői életrajzában. Elnézést kérek, hogy ilyen kis filológiai adatokkal traktálom önöket, de nem érthető az életű egyszerűen, az indítása, annél nem pszichotikus a Csontváry. Lázadó, szélsőséges megfogalmazásokra hajlamos, erőteljes és különös, a képzetlenségéből fakadóan különös kéznyomokat tud hagyni, de hát nem csodálkozunk mi a gyerekrajzokon olykor. Kimagasló, gyönyörűséges, tanulatlan, egyszerűen csak a belső impulzusok útján létrehozott művek vannak, amelyeket a gyerekek csinálnak, vagy akárki képes, fantasztikusan érdekes műveket létrehozni. Na mindegy, a helyzet az, hogy ilyen ez a világ, a Keleti Gusztáv azonnal válaszol is neki. Miket kérdez a Keleti Gusztáv? Nagyon nehéz volt megtalálni ezeket a képeket. Olyan kérdez, hogy hogyan kell képet festeni? Milyen vászonra, milyen festékkel, hogy keverjek, stb. Ez nyilván idegesíti a Keleti Gusztávot. Küld is neki képet mutatóba, hogy hát én most elkezdtem, és hát ugye az első ötletem, hogy 4x4 méterre, vagy 4x7 méteresben egy tátrai napfelkeltét kéne csinálni, a megalománia apró kis nyomai már azért feltűnnek. Írja a Keleti Gusztáv, és akkor a Keleti Gusztáv abszolút úriember, cirkalmas, nehéz, ilyen latejner értelmiségi stílusban váltják egymással a leveleket, és írja, hogy hát kegyed Koszka úr festői műveltsége a 8 éves gyermek képességeivel analóg, hogy szíveskedjék talán egy helyi rajztanárhoz elmenni, aki elmondja, hogy mi a vonalzó, meg a papír, hogy kell hegyezni a cellul, stb. Csontváry ezt valójában önismereti alapon elfogadja. Nem berzenkedik, nem mondja azt, hogy igaztalan ez a, hanem elkezd csinálni egy életprogramot. Elkezdi felépíteni azt a projektet, mondanánk ma, amelyben benne van a művészi válás esélye. Tudja, hogy ez nem fog máról hónapra menni, nem is megy máról hónapra, nem szabad elhamarkodottsággal vádolja mi mesterünket, hiszen ez a levelezés a Keleti Gusztávval, ez a válveregetés, ez 1880. októberében történik. A levelezés elhúzódik februárig, 1881. februárjáig. És az első festői mozdulatát, igazán hivatott festői mozdulatát 1894. március 1-én fogja megtenni itt, ennél a képnél, Münchenben. Tehát azért mondom, hogy nem elhamarkodott ez a program, 10 évig dolgozik,
És a keleti Gusztáv egyebekben sok tanulságos dolgot ír neki, hogy kedves uram, nagyon-nagyon méltó és barátságos levelezéshez. És néha eszembe jut már, elnézést, hogy ezt is szóba hozom, de eszembe jut, hogy mi van akkor, hogyha a drávacsepei patikus segéd azt gondolja, hogy festő akar lenni, és gyorsan ír egy levelet a Magyar Képzőművészeti Egyetem rektorának, hogy mondja már meg, hogy hogyan is kezdem ezt a... Tehát ugye fejéhez kapna a rektor úr, vagy rektor asszony, mondom, őrültekkel vagyok körülbelül, fuss, összegyűlj a levelet szemét lába. Ma ilyen már nincsen, nem létezhet. Ezek az emberek beszéltek egymással, leveleztek, meghányták, vetetik igaz őszintességgel a problémáikat. Tehát az első igazán néven nevezhető művészeti vállalkozása a Csontvárinak 1894, 93-as madarakat láttunk az imént, kezd festegetni. Miért? Mert közben a keleti Gusztáv tanácsára meglátogat bizonyos nagy múzeumokat, kiállításokat. Az összemérés kísérlete a Raffaello, neki 1880-ban fogalma nincs a Raffaellóról. De a keleti Gusztáv mondja neki, meg kicsit a művészetre figyelünk, akkor látjuk, hogy Magyarország római katolikus templomainak 50%-ában Raffaello kép átiratok vannak valahol, mellékoltában, főoltában, valahol. Rengeteget másolják a Raffaellót, ugye ő a művészet non plus ultrája, rengeteg album jelenik meg, kőnyomatosak és fotók és sok minden. Tehát aki akarja, a világ egyetemes művészet történetében a Raffaellót biztos, hogy ki tudja színezni a legjelentősebbnek. Tehát ez a tudattartalom, a legjelentősebbről szóló tudás, ez fogalmazódik bele a 912-es önéletrajz szövegébe. És hát látjuk, hogy az első szabad, most már művészként végrehajtott manőver az, hogy megismerkedik a Orlosi Simonnal, aki egyébként sokat ügyködik Magyarországon, hiszen a nagybányai művésztelepet egyébként hát kárpátaljai származású fiúról van szó, aki Münchenben elég jó karriert csinált, és küldi haza a kukoricahántó, meg ilyen népies életképeket, Münchenben meggyártja a müncheni bürger képeket, és hát így dolgozik. És megbeszéli a Orlosi Simonnal, hogy hát oda kéne menni erre a kis szabadiskolába, neki nincs pénze arra, hogy a Königliche Kunstakademiára járjon, de nincs ideje se rá, hát ő már ugye elég idősen, ekkoriban, hát 40 éves már elmúlt, amikor ezeket a kalandokat meg tudja csinálni, de hát járkál Itáliában, Rómában is van, és mindent megnézi, és a Raffaellót is megnézi, és nincs jó véleménye róla, ezt egyébként még a késői munkáiban is írja, hogy hát ez egy díszletfestő, aki betolja az előteret, a középteret, a hátteret, és nincsen benne a teremtő lélek. Hiányzik belőle valami, abszolút mester, mindent meg tud valósítani. De a természetnek az az ereje, amit a művésznek képviselnie kellene, az hiányzik a Raffaello művekből. És a Vertüle Mihály, azért választottam ezt a képet, mert a Csontvári életműre vonatkozóan, önök nem tudják olvasni, de úgy halványan látszik, ott fönt a jobb sarokban van egy felírás. Egy német nyelvű felírás, amivel hosszú időn keresztül nem tudott semmit kezdeni a művészettörténet. Arról van szó benne, hogy a szöveg így hangzik, én kedves uram, bár 17 éve vagyok modell, de olyan erőteljességgel, mint ön, még senki nem festett le engem. Aláírás Mihály Wertmüller, 1894. március 1-je. Éveken át az asztalon volt a Csontvári megmaradt kéziratos anyagából 197 lap, egy zöld dobozban. Állandóan nézegettem én ezeket a szövegeket, Rombári Ferenc aztán kiadta őket az új művészet kiadóban, képületben megjelentek ezek a szövegek. És egy napon elég sokat voltam a Csontvári Múzeum, hogy vezettem, jöttek, nézték a dolgokat. És úgy rájöttem, hogy ezt a szöveget, ezt a Csontvári írta. A Csontvári beleadta a modell szájába azt, hogy a modell mit is gondolhatott. És ez valóban jelzi, vagy jelentheti azt is, hogy a Csontvári nagyon erős meggyőződése volt arra vonatkozva, hogy amit csinál, az példamutató kiváló.
Ezt a környezet valószínűleg nem mondta. A környezetében hosszú ideig nincsenek pozitív visszajelzések. Nagyon érdekes, hogy egyedül a japán kávéház művészasztalánál, ahol olykor megfordult, ott hangzik el egy-két dicsérő szó az ő művészetével kapcsolatban. Különben semmiféle pozitív visszaigazolást nem kapott. Rendkívüli belső erővel és eltökéltséggel, önismerettel és hittel megkonstruálta magát önmagában, mint egy sikeres embert. És nem törődött semmilyen körülménnyel, semmi képet nem adtak, nem adott el, semmi képet nem kerestek ember, stb. Tehát itt van a Verdüren Mihály alakja, meg a modellek, akik ott még vannak, sok mindennel foglalkozik, és látjuk a fényképet is, amit a mi mesterünk ott a München környékén festő kiránduláson van. És aztán ugye a 98 környékén, 1998-ban már túl van egy csomó iskolakeresésen. Ő Münchenben dolgozik 3 vagy 4 hónapig a Horvosi Simon magániskolájában. Ugye ott löknek egy kis pénzt a targoncásoknak, vagy a piaci elárusítóknak, hogy ugyan komán állj már 2 órán keresztül modell. És akkor megpróbálják lerajzolni. Néha jön egy akadémisi Kunstmaler, az segít nekik ott a frazírozásban. Vannak képek, amelyek nyilvánvalóan arról beszélnek, hogy Csontvári Csontvári mögött áll valaki, aki folyamatosan segítséget ad a megvalósításban, mert oly tökéletes lesz, hogy Csontvári nem rendelkezik egyébként saját magában azokkal az adottságokkal, amelyeket ott például papírra tesz. De hát 98-ban nem tagsálják ezt a képet túl sokra a szakmában, a Nemzeti Galéria műteményében van az ifjú festő, de a közismertebb címe a Madonna festő ez. Mert ez a nagyon szép fényviszonyok közé helyezett kis festőportré, Nápoly környékén festette ezt, valószínűleg életkép alapja van. Festőnövendékek, a klasszikus művészet gyakorlása gyanán bemennek bizonyos helyekre, és maguk intim csendességében megpróbálják szimulálni a nagy művek hangulatát. Itt lehetséges, hogy egy Pompei is játszik valamilyen szerepet, mert valójában nem Madonnáról van ott szó, azt hiszem érdemes közelebbről megnézni talán ezt a képet egy könyvben, színesben, és akkor látni fogják, hogy táncoló felnőtt és egy karjában lévő gyerek forognak ott és színes ruhájukra, és alatta ezzel a penzlivel bevés egy évszámot Csontvári, az 1-est, a 8-ast, a 9-est, jól olvashatjuk, az utolsó számjegyet nem olvasjuk, valószínűleg 8-as lesz, mert egy kis kunkor van rajta, de 3-nál még mindenképpen későbbi ez a kép. Nagyon-nagyon érdekes és finom hangolása van ennek a munkának, de ugyanakkor rengeteg naivitás is van benne, itt most egy érdekes impressionisztikus hangulat van a belső napfénytől. És hát ugye elmegy Pompejbe, és a szecesszió nyilvánvaló hatása ott van a tevékenységében, amikor ezt a Leány portrét megcsinálsz, az avatár ülvány csinálja, mert rettentően éles és egyértelműen dekoratív kolorit megoldások működtetik ezt a képet. Nagyon finom színkeverések, gyönyörűen harmadlagosan, negyedlegesen megkevert és úgy hangolt hangzások vannak a felületen. Nem tiszta színek, ezek kevert és hangolt, gyönyörű tónusok, olyan kromatikus egység jellemzi az egyébként előadásában rengeteg naivitással rendelkező képet, hogy mégis. Ugyanebben az időben ugye a szimbolikus kifejezés iránti vonzalma, talán a romantika hatása, talán a 19. század historizmusának az emléke, és ott él benne a szerelmesek találkozása, és ugye a Cupido egy ilyen kis bunkoldi angyalkaként kapaszkodik ott a mellébe, hogy ne lehessen a szakadékban, rettentően vigyázz a testi biztonságára. De hát a gyönyörű tája, napfeltelt, tehát ezek ilyen romantikus, de erős és dekoratív hajlandóságok.
Mint ahogy hát most nem is régen került elő ez a nápolyi Öbölben című kép. Ez is nagyon erős kromatikus hajlandóságokról beszél. Ezek egy kicsit majd a későbbiekben eltűnnek, ezek az erős dekoratívitásra emlékeztető formák, és inkább az architektúra, inkább a szerkezet, és sok egyéb motivum lesz a mozgatója. Nem régen került ez a kép elő, még a Koszka Irén annak idején adta el egy magyar gazdasági szakembernek, és a legutóbbi világűrit aukció 240 millió forintért kelt el ez a viszonylag kisméretű kép. Tehát ma már az értékskálán a csontvári művek feltétlenül a legjelentősebb magyar alkotások közé tartoznak, de láthatóan itt egy kicsit átalakul már ez az erős és vakító, tényleg napszínekkel és kromatikus konfliktusokkal telített képszerkezet. És itt is egy trauni, tengerparti város, tehát valószínűleg Dalmáciában vagy Dél-Olaszországban festette Castellammarai Stabia környékén, talán a nápolyi öböl környékén. Tehát itt a fotográfia arról, amit látunk, de bocsánat. És itt van a festmény, amit hát nagy kreativitással valósított meg, ez is a Nemzeti Galéria tulajdonában van. Tehát itt még a 1902-es, 1902-es években vagyunk. Nagyon izgalmas a keleti pályaudvar éjjel is, de ezeket a fényviszonyokat, ezeket a vizsgálatokat, a világító színek poétikáját majd később a Jajcei villanyműnél mesélném el, mert nagyon jellegzetesen telítődnek ezek a szimplán festői elképzelések érdekes tartalmakkal, amelyek a világ energiaháztartásáról szólnak például. De majd ezt a Jajcei villanyműről, és csak egy analógia megint a Mariano von Werefnyiről, Münchenből, 911-ből, a Korcsolya pálya. Éppen olyan naív, éppen úgy van hold és elektromos fény, mint a keleti pályaudvarnál éjjel. És majd mondom, jön a Jajcei villanymű. Már előre érzem, hogy ennek az előadásnak nem tudok úgy véget vetni, hogy a végére járnék a dolognak. Az nagyon ellenükre lenne, hogy a következő alkalommal még kicsit a csontváriról beszélnék, mert én rövid akarok lenni, de soha nem tudok. Tehát elnézést kérek, talán nem unalmas vagy fárasztó adatok, amiket mondok. Tehát itt van ez a Castellammarai Stabia, 1902-ben született ez a kép. Nagyon érdekes, mert az ellen irányú perspektívában megrajzolható városképet is megfestette a csontvári. Tehát itt arról van szó, hogy mi egy zenepavilonban vagyunk, itt valamennyien, és onnan nézünk ki a nápolyi öbölre. Nagyon érdekes a kép, mert ez a nápolyi öböl itt ebben a nézetében körülbelül egy 30 kilométeres átmérőjű térség. Hát erre a képre nem úgy tekintünk, mint ami 30 kilométeres távlatot. Nagy rendezői talentummal betolja a Vezúvot, ami eredeti léptékben talán itt volna. Fogja magát és betolja a városba, hogy legyen egy ellenpont, egy természetes ellenpont az emberkéz építette várossal szemben, és ezt az ellenpontot szerintem igen izgalmasan kapcsolja össze, tehát itt a hegy, füstöl a Vezúv, itt a füst jön, és akkor bekeveredünk ebbe a hullámba, vagy így is nézhetjük ezt, hogy itt egy nagy kígyózó S-vonal van. Nem élvezhető a kép természetesen, sokkal több gyönyörű kis részlet van benne. Írtó érdekes szerkezete van. És amikor Cézanne-ról beszéltünk, akkor én bőségesen próbáltam érvelni arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet megteremteni azt az önmaga logikájára támaszkodó festménytípust, aminek a szimulatív ereje már elhanyagolható, vagyis aminek az értéke nem abban van, hogy hasonlít a valóságra, hanem önmagában van az értéke. Ez lárkul lár volna,
de az emberi gondolkodás igen eleven és izgalmas tényei rakódnak össze egy ilyen elvont természetről, elvont kompozícióval. És ugye a geometrikus szerkezet, a perspektíva eltűnése, ez a Cézanne életművének egy nagyon lényeges mozzanata volt. Csontváinak fogalma nincs a Cézanne-ról. Egyfelől gyönyörű, erős kompozíciót csinál, ugye természet, tenger, hegy, város. A város életének egy-két jellegzetes motivuma, ilyen földíszített összfélfogat, biciklis is van, aki halad bele a tengerbe, mert a pályája mindegyiknek letér a normális útvonalról. Tehát a következő másodpercben már látjuk a játékfilm jelenetét, mindegyik potyog bele a vízbe. De hát a hajókkal is sajnos az a helyzet, hogy mintha nem ugyanazon a tengeren lenne ez a két hajó. És egész egyszerűen, hát most így elvégeznék egy rövid kísérletet arra vonatkozom, hogy a lineáris perspektíva, az egy vagy két egész ponttal rendelkező perspektíva, az illúzió, hogyan is néz ki ezen a képen, azt látjuk, hogy sehogyan. Nincsen. Minden házat érdemes megcsinálni, szerkesszük meg az egész vonalait. Itt van valahol az egész pontja a sárga háznak. A vörös háznak. Máshol. Mindennek, ami létezik, máshol van az egész pontja. Tehát nincs egy egységes szerkezete a képek, minden dolog egy magába zárt, pici kis univerzumként létezik. Összekristályosodnak ezek a dolgok, de ez egységes térbeli szerkezetet nem szimulálja a festmény. Innen van a gyermeksége, vagy a gyermekessége ezeknek a képeknek, mert látszólag tántorognak, hogy a Bernard Henri, a nagyfestő, itt egy leleplező vitriolos tanulmányt 1949-ben a Csontváról, az volt a címe, hogy a Csontvári vagy az elmebetegek festészete. Akkoriban nagyon ment ez a Csontvári, az hibant volt. És hát ugye beszél a rogybabákról, meg a támolygásról, meg hogy nincs egysége, semmi sem egysége. De különös ellenmondás, hogy azért a tanulmány végén meg azt írja a magánbeszédről, hogy mégiscsak van azért egy vagy két műve, valószínűleg egy másik szélust is gondolt ide, amely a magyar művészet történetének csúcspontját jelenti. Na most hát, hogy egy alkotó életében csinál egy művet, ami egy kultúra minőségét csúcspontként tudja fényjelezni, akkor rendben van a világ. Tehát Bernard Henri nyilván politikai okok miatt is. Aztán többször is megtámadta a Csontvári. 1963-ban, amikor a Németh Lajos nagy monográfiája megjelent, akkor megint megjelentették a Így éltünk Pannóniában című kötetében. Bernard Henri nagyon kiváló festő volt, és jótólú író is, de ebben megismételte, hogy itt most megjelenik egy tudományos tanulmány, a Németh Lajosé, amely hát rehabilitálja a Csontvári életművet igazából, is nagyon erős gondolkodói és politikai erők is voltak a Németh Lajos mögött, elsősorban a Fülep Lajos. Bernard Henri ezt megtámadta, és hát ennek a következménye volt többek között az, hogy a 1963-as fehérvári Csontvári kiállítás után nagyon érdekes, hogy a Nina Hruscsova, a Hruscsov orosz államelnök felesége, franciaországi útjáról hazafelé jövet a két lányával, a francia követ javaslatára meglátogatta a fehérváron a Csontvári kiállítást. Két fiatal művészettörténész debütálása volt, a Kowalowski Márta és Kovács Péter, hangozzék el a nevük, nagyszerű emberek. Létrehozták 63 nyarán ezt a Csontvári kiállítást. A Nina Hruscsova vendégkönyvben óriási szövegeket írt, elragadtatott szövegeket írt, arról, aki tulajdonképpen Magyarországon szerettek volna kiakorbódítani a művészetből magából. Nem nagyon volt kívánatos a Csontvári. És jellemző egyébként, hogy amikor fölhozták a Csontvári kiállításra, a műcsarnokba kiállították, akkor egy őrült a Máriának, a Mária Kutya Názáreben című képen, az a legvégén van, 98-as festmény, az arcát összekaszabolták borotvával. Tehát
kihívó a szépség, vagy akkor Koszovány mondja, hogy szúr a szépség, elképzelhető, hogy vannak bizonyos pszichikai állapotok, amelyekben ténylegesen izgató szerepe van, és kihívó az, amit a Csatlány csinál. És ez mondjuk bizonyíték volt, hogy a mi egészséges fejlődési népünk és fiatalságunk nem fogadja be a klerikális tartalmú csontvári üzeneteket. Na, mindenesetre, hát a Castellamare és Sabbia mindent, amit a Csontvári csinál, kifejez. Részint ez a illúzió eltüntetése típusú kísérlet egészen jó példája. Ennek a szabad és szuverén térrendezés, amit egy kompozíció kedvéért a valóságon elkövet. Aztán a kolorit is nagyon érdekes, minden Csontvári képen valamilyen módon ugyanígy vetődik fel. Ha tételezek egy kolorit állítást, mondjuk sárgát, akkor biztos, hogy a vele legközvetlenebb kapcsolatban lévő betét, soha nem találom, betét, az ő komplementer színe lesz, kiegészít, tehát a színek rendszerén belül biztos, hogy kapcsolatban lesz vele. Kiegészítő színe, alapszín, kék és sárga. Ha egy homlokzat a vörösnek valamilyen változatát hordja, akkor az biztos, hogy a betét az zöld lesz. Ezt most így kiemeltem, mondom csak, de minden lépése ilyen megfontolt, ilyen nagyon komoly, alapvetően lehetséges, hogy ez érzéki alapon is működik, egyszerűen színérzék alapján. Nagy kolorista az iskoláinak keresése közben, Karlsruhe-ban például azért foglalkoznak vele, ott egy Karl Morgen nevezetű történeti festő foglalkozik vele, mert nagyon jó színérzéket gondol Csontvárnak. Mindenesetre még egy mozzanatot itt azért föl kellene említeni, aminek két olvasata van. Itt van három hajó egy különös léptékű tengeren. Ennek a hajónak a tartjára ide van fölírva, hogy Castellamare di Sabbia, ez Nápoly alatt Herculaneum fölött egy kis üdülőhely, valamikori római császári üdülőhely volt, remek szép római architektúrákkal, Pompeii ugrás, Herculaneumi ugrás, és a Vezúvó is gyorsan föl lehet menni kocsikkal, minden. Tehát 902 Castellamare di Sabbia, ez egy ilyen barna tattal, barna és zöldessé váló hajótest, nagy szélben, de mintha egy hajómodell lenne valójában. Meg van szüntetve a tényleges, valóságos tér képzete. Nem hazudunk. A festmény az nem az illúzió felülete. A festmény egy önálló, saját felület. A festmény felülete. A festmény festményé lesz, és nem szimulációs folyamatnak a dokumentálása. És itt pedig nyilván erről is lehet beszélni, egy tengerrel a legritkábban összeegyezhető színjelenség mutatkozik fel a valóságos képen és az igazi látványban. Ez nagyon torzított és nem pontos és nem is éles ez a kép, de hát nincsen jó kép arról. De ott feltűnik egy vörös sáv, érzékelik, hogy egy ilyen bíbor, erős vörös, a hidegben, egy forró, a vízben egy tűzszerű élmény. Ez lehetséges, hogy a festmény kompozíciónak a része, vagyis amikor ezt a hármat így össze akarja kapcsolni, akkor a hidegekben kell egy meleg tónus is, de sokkal valószínűbb az, hogy Csontvári ebben a művében is sikeresen tesz kísérletet arra, hogy a saját lelki habitusáról is valamilyen apró kis jelzést tegyen. És nem véletlenül vetítettem én az imént a Vincent van Goghnak utolsó periódusából képeket, mert ott is arról van szó, hogy egy belső állapot, egy különös, a nyugalomban is ott lévő nyugtalanság is feltűnjön. És hát ennek a körnek, a Castellamarei körnek a dokumentuma, ez a halászkép is, a műtörténészek, esztéták, interpretátorok rengeteg manővert végeztek ezekkel a művekkel, szabdalták, vagdosták, tükrözték, mondván, hogy Csontvári nagyon sok ilyen már-már kabalisztikus jelentőségű tartalmat bízott ezekre a művekre. Ezekről nem beszélnék én. Mindenesetre hát a traumi képekben, a dalmáciai képekben, a 902-es képekben ennek a káprázatos mediterrán világnak
a nagy tanújává válik a magyar képzőművészetben olyan koloritűséggel és olyan atmoszférikus pontossággal, amilyennel Csontváry megörökítette ezeket a trogéri, ugye Rauban, meg dalmáciai képekben ezt a klímát, nincsen. És aztán 903-ban éppenséggel Itáliából hazajöve, vagy Bosznián keresztül hazajöve, mert a boszniai képek 903-ban születtek, és ez is Boszniában, a Jajcében, vagyunk a Villanyűben, akkor ott egy nagyon érdekes ciklus születik, részint boszniai, részint magyar képekkel, ezeket most itt sorba mutatnám, és hát itt is egy munka, ami festői kivitelezését illetően bátran nevezhető naív gyermetek műnek. Rosszul megoldottak a részletek, nagyon nem tudja kezelni a vastag festékeket, rosszul alapozott a kép, az nem is az ő problémája, vagy az ő gondja, de minden esetre a probléma világ, amit itt nagy egyértelműséggel megjelenik, az a következő. Benne vagyunk egy ilyen vadul történeti hangulatú közép-kelet-európai oszmán keresztény kulturális közegben. Még ott élnek a bosnyákok, ugye hát Vilajet volt a Jajcei vár mellett, több templomok, keresztényben minden van. De a völgyben már az osztrák-magyar monarchia keretei között megvalósítható iparosítás és modernizáció dokumentumai. Ma is ott ezen a helyen van egy írtatlan vasgyár, ami még most is működik, és éjszaka autózik az ember, nem mondjuk a tengerpart felé, Bosznánál, akkor ma is látja még a vas olvasztás fényeit, egészen pokoli, különös, és egy magyarnak óvatatlanul a Csontváry jut az eszébe, az éjszakában meglévő, a hideg éjszakában meglévő, megjelenő tündöklés, és a fény, és a forróság. Na, szóval Csontváry egy nagyon szofisztikált programot bíz erre a képre. Arról beszélünk ugyanis, és csak számba vesszük azt, hogy mi van a felületen. Egy eldönthetetlen, vagy mondjuk egy-két gondolat futam után eldönthető természeti helyzetben vagyunk. Valószínűleg a konyakról van szó. A naplemente tényét észleljük, világos az égaja, már elment a nap. De itt van egy-két ilyen érdekes színmegoldás, ezüstös, kifejezetten ezüstös tónusú az a lepedék, ami ezeket a homlokzatokat, falakat, fát megnyalja, vagy belepi. Ezüstös, tehát kifejezetten ezüstös, ez itt talán nem érzékelhető. Vagyis az emberek eszébe jut az, hogy a napfényét tükrözi a hold, és a hold visszavert reflexeit, mi itt fölfogjuk ezeken a retinákon, ezeken a földi területeken. Tehát van egyszer egy eltűnő napenergia, van egyszer a napfényét visszatükröződő hold, vízfény, és akkor gyorsan eszünkbe jut az, hogy Csontváry van egy szövege, ami a zsenének és a tehetségnek a karakterjeit gyűjti össze a Csontváry emlékkönyvben, hiszen sok könyv van, ami Csontváryra foglalkozik, megtalálják ezeket a szövegeket, majd gondolom lesz alkalmam beszélni ezekről a könyvekről is, de ezt a dolgozatot most így eszembe jutott, mindenképpen felemlítem, mert úgy beszél döntően önmagáról, mint a tehetségek tehetségéről, aki úgy működik, mint a sugárzó nap, nincs szüksége külső energiára. Mindent magából, belülről, külső segítség nélkül hoz létre. Egy sajátos, belső, különös generátor által létrehozott energiasugárzás, a tehetség, az pedig mindennek a visszfénye, a visszatükröződése. A tehetség is óriási funkció, mert a zseniális embernek, a zseniális vagy központi tényezőnek a fényét tükrözheti. Egy különös, érdekes gondolatmenete ez a Csontvárynak, és mintha ez a kép illusztrálna, és utána jönnek ugye a természetes energiák, a tűz, az egyszerű oxidáció, a kedves kis bosnyák család főzi az esti dzsúvest, vagy valami étket,
ott, és hát a gerjesztett energiának ez a delejes fénye, a villanytelep. Ez már a modernkor, ez már az ember, a civilizáció egy különös, nagyon erős, hatékony, a nappal egyenértékű energiaforrás. És ebben valamelyest ugye a modern civilizációnak is a dicsérete megfogalmazódik. És így tovább. Aztán hát ugye ebben a körben, 1903-ban fogalmazódik meg a nagy általánás. A képes lap egyébként Csontvári gyűjteményében megtalálható Mosztáról. A mosztári római híd, ami valóban lehetséges, hogy római híd volt, hiszen a Római Impérium része volt, éppen úgy, mint ez a térség is annak idején. Tehát építkeztek ott a rómaiak is, de kétségtelenül igaz az is, hogy az iszlám építészetnek nagyon sok szép dokumentuma van, mind a mai napig működő dokumentuma van ebben a városban. Tehát a képes lap Csontvári számára ékes bizonyíték volt arra, hogy ez egy értékes monumentum, erről szólni kell, és ezt meg kell örökíteni. Hát megfestette ő ezt a képet, és én is voltam a hídon, én vagyok látható. Nagyon sok ilyen szép hídkép van, de közvetlenül hozzá a Holtobányi híd tartozik, mert jön haza, és azonnal találkozik az egyik első magyar titkos rendezvénnyel. Éppen akkor avatják a mai Kossuth-Lajos utcában, a Rókus kórházról és kápolnától nem messze, a mai filmművészeti egyetem, a színművészeti egyetemnek a székházát, az Uránia filmszínházat, és hát ugye ez jellegzik a századfordulós épület, és ott ez egy ilyen tudományos ismeretterjesztési Uránia központ ez, és az első magyar filmfesztivált rendezik meg, mikor a mi Csontvárink hazaérkezik Boszniából. És akkor bemegy erre a Magyar Filmfesztiválra, hát képzelhetik, hogy ez nem cinemaszkóp minőség, és ilyen tekerős vetítőgépekkel, még kezdetben is lencsékkel, de dokumentumfilmek és játékfilmek vannak, sajnos ezekből nagyon-nagyon keveset lehet ismerni. Egyáltalán nem tudjuk azt például, amit különben ír Csontvári, hogy ő ott találkozott egy Harangi György nevű debreceni fotográfusnak, a Magyar Alföldről készített dokumentumfilmjét, és ez megbabonázta. És kétségtelen igaz az, a filmet nem ismerjük, nem láttuk, de kétségtelen igaz az, hogy ő írt levelet a Harangi Györgynek, akivel megszerveztette magának a palmazújvárosi utazását, hogy megtörtént-e igazán, vagy csak elképzelte ő ott miket látott, azt nem tudjuk pontosan, de valamiféle élménye biztos volt, ha más nem, akkor képes lap, mert ott lehet látni ugye a magyar nemzeti klasszicista építészetnek a 19. század közepén létrehozott darabjáról van szó, a portugáli 9-lyukú hídról. De biztos, hogy sokat meséltek neki, vagy utána ment ennek az egész alföldi vihar problémakörnek, mert rendkívül érzékletességgel, és az úgynevezett napút színek tökéletes érzékeltetésével volt képes a közelgő vihart, és a vihar kiváltotta atmoszférát, az élővilág mozgásait, reflex válaszait közvetíteni a képen. Vannak itt ilyen magában való nyugodt emberek, csak vannak, bámulnak, és itt még az ökrök sem vadak, de tökéletesen megfestett képek ezek. Ha van mondjuk, és a Pécsi Csontvári Múzeumban el tudnak menni, akkor időzzenek ennél a képnél, mert picike kis festmény ez, de a benne lévő optikai minőségek, a megfestés vastagsága, igényessége, az odaadás, amelyet mondjuk az ökrök hasa alját mondjuk megcsinálta, olyan színeket lát az ember, olyan gyönyörű, szép tónusokat, amelyeket tulajdonképpen nem figyelünk meg a mindennapi kiállítás látogatás során, a nagy egésznek egy elengedhetetlen részévé és funkcionális apróságát válnak. De hát tökéletesen oldja meg ezt a képet, és amit a magyar Holtobályon elég nehéz megvalósítani, ő egy ilyen alulnézeti perspektívát tudott teremteni. Tehát ez egy festői bravúr egyszerűen, hogy a Holtobályon az égi világon minden az ember feje magasságában van,
Tehát ott alulnézetet, hiteles alulnézetet csinálni, az tulajdonképpen festői talentum, mert egy olyan térprojekciós dolog, szóval a léptékeit a Hortobágyi 9 jogú hídnak egyenértékű mondjuk a Margit híddal, ami egy monumentális dolog. De hát sikerül neki egy felülnézeti perspektívát csinálni, tükrözéseket csinálni, varázslatos színvilágon. Tehát látjuk szépen lassan kialakulni az ellentétes színeknek, a zöldeknek, barnáknak, a kékeknek, sárgáknak, egész különös vegyületét a rózsaszínnel és a zölddel, amelyek a sárgával, a szürkével az égben húzódnak. Nagyon-nagyon színes. És a szicíliai égbolt valójában megint itt jelzi azt, hogy nagyon erős és komoly természettanulmányokat folytathatott a Csontváry, amikor a vihar keletkezésének és a természet újjászületésének és az éltető víznek az érkezését várja a világ. Az egyik élőlény riadtan, a másik nyugodtan, és pammán, és itt van, és itt van. És aztán egy a mosztári képek a hajótól és a Jupiter. De itt a mondani valamit olyan tömege van előttünk, hogy én most nem kezdenék új fejezetet. Hozzájárultak, vagy látszólag hozzájárultak ahhoz, hogy a következő alkalommal folytassuk itt, és hát ennek kárvalótja majd a Rikrónai lesz, de nem lesz kárvalótja, majd gyorsan és ügyesen össze fogom foglalni. Tehát, hogyha megengedik, akkor a következő alkalommal folytatnánk a Csontváryval kapcsolatos rengeteg mondanivalót. Köszönöm szépen a figyelmet!